50 méteres versenyúszodát építenek Gödöllőn állami forrásból kiemelt kormányzati beruházásként. Ezt Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere jelentette be Gödöllőn március 6-án. A többfunkciós uszoda mellé 1000 fős lelátót is felhúznak. Simicska István, sportérfelelős államtitkár szerint Vécsei László, a térség országgyűlési képviselője keményen lobbizott, hogy Gödöllőn uszoda épülhessen. A beruházás mintegy 2,5-3 milliárd forintba kerül. Az elmúlt években Budapest környéke olyan fejlődésnek indult, hogy nem csak a településnek a lakosság száma duplázódott megadott esetben, hanem az infrastruktúra is jelentősen fejlődött, de el kell ismerni, hogy a sportinfrastruktúra fejlesztés az elmarad a lakosság létszámának a növekedésétől. Gödöllőn is az elmúlt 50 évben megduplázódott a lakosságnak a száma, ma 34 ezeren élnek ebben a városban, miközben azért azt kell mondanunk, hogy a sportinfrastruktúrás ellátottság az érdemben azért nem változott. Akkor, amikor egyrészt az olimpiai sportágokban ilyen sikeresek vagyunk, másrészt pedig bevezettük a mindennapos testnevelést, mert az a célunk, hogy minden gyerek legalább egy órát mozogjon minden nap, akkor szükséges, hogy ezt az egészséges életmódot, ezt a megfelelő létesítményekkel is támogassuk. Itt a köznevelési rendszerben óvodától középiskoláig Gödöllőn 11 ezer gyerek tanul, jár köznevelési intézménybe, az egyetemen pedig, remélem jól mondom a számot, rektor 6300 hallgatója van. Mindezt figyelembe véve, és egyáltalán mondjuk így, hogy a Budapest észak-keleti agglomerációnak az igényeit, szükség van egy olyan létesítményre, ami bizonyára hiányt fog pótolni, amely versenyek megrendezésére is alkalmas, és ez nem más, mint egy versenyúszoda. Tehát ennek a versenyúszodának az építését szeretném bejelenteni. Itt látjuk már a terveket részben megvalósulva, legalábbis a bóják azok már ki vannak rakva. A komplexum 50 méteres medencét jelent, ehhez egy 1000 fős lelátó kapcsolódik, bemelegítő és egyben tanmedence is használható több funkciós medenceként, valamint a szükséges kiszolgáló wellness funkciókat is biztosítjuk. A beruházás megközelítőleg 2,53 milliárd forintba fog kerülni. A teljes költség az költségvetési forrásból, tehát állami forrásból fog megvalósulni. Ez a létesítmény az állami tulajdonban levő és a Szent István Egyetem vagyonkezelésébe álló ingatlanon fog megvalósulni, de természetesen nem csak az itteni egyetemi hallgatóknak, hanem az egész városnak, sőt az egész környéknek az igényeit ki fogja elégíteni. Biztosítja a versenyport, sport utánpótlás nevelés, úszás, vízilabda, edzéseknek és a versenyeztetésnek az igényét, az úszásoktatás természetesen a lakosságnak, a polgároknak az úszás igényeit, az egyetemi sportképzés és a parasport igényeket is. A fedett úszoda megvalósítása érdekében szükséges egyéb infrastruktúrális fejlesztéseket is el fogjuk végezni, közművek, parkolók, megközelítő utak és így tovább, és természetesen akadálymentes lesz az egész épület. Biztosítja majd az óvodai, általános, közép és felsőfokú intézmények úszásoktatását, sportolását, és mi úgy számoljuk, hogy ha az agglomerációt megnézzük, a vonzás körzetet, akkor körülbelül 100 ezer fő, 100 ezer magyar polgár az, akiknek az úszás igényeit ki tudja majd elégíteni, nemzetközi és országos szintű versenyek rendezésére is alkalmas lesz, figyelemmel a városnak az igényeire. Vécsei László szerint nagy igény van a térségben élők részéről korszerű vízilétesítményre. Sőt, kifejezetten az a célja egy ilyen nagy volumenű beruházásnak, hogy a vonzás körzetet is kiszolgálja sok szempontból. Egyébként a gödöllői óvodások, iskolások, középiskolások mellett a tankerületben, tehát a Gödöllő vonzás körzetébe tartozó településeken körülbelül 23-25 ezer hasonlókorú gyerek van. Tehát az ő kiszolgálásukról is gondoskodni kell természetes módon. Szükséges volt-e egyeztetni a várossal az uszoda beruházás kapcsán, vagy pedig ez járási szinten zajlott? Még csak nem is járási szinten, a miniszter úr is elmondta, államtitkár úr is megerősítette, hogy egy állami területen, kiemelt állami beruházásként, és később majd állami üzemeltetésben elkészülő beruházás, tehát itt igazából senkivel különösebben egyeztetni nem volt szükséges. Lehet-e tudni valami konkrétat arról, hogy milyen stádiumban vannak a tervek, mikor kezdődhet a megvalósulás, a beruházás, esetleg mikorra készül el az uszoda? A Nemzeti Sportközpontok Igazgatósága számos ilyen beruházást, ehhez hasonló beruházást szervez az országban.
legjobb tudomásom szerint március 31-ére készül a Nemzeti Sportközpontok részéről egy olyan előterjesztés a kormány számára, amely már a műszaki részleteket, a tervezési, közbeszerzési, kivitelezési adatokat, paramétereket is tartalmazni fogja. A jelen állás szerint úgy tudom, hogy a terveztetés az tavasszal elkezdődhet, a tervek, az engedélyek, a közbeszereztetés, ez minden bizonnyal még az idén lezárulhat. Ez azt jelenti, hogy optimális esetben 2015 tavaszán, amikor már minden dokumentum rendelkezésre áll, elkezdődhet az építkezés, tehát minden esély megvan arra, hogy 15 végére az első csobbanás is megtörténhessen a medencében. Egy ilyen vonulmenő beruházásnál volt egyeztetés a várossal, mivel említette ön, hogy a lakosság részére is, illetve az alsó és felső tagozatos gyerekek részére is megnyílik majd ez az uszoda. Ugye az iskola fenntartása, iskolák fenntartása az egy állami feladat, tehát itt az államnak az állammal kell egyeztetni, tehát utána állami területen állami beruházás épül, tehát nem kell az építést, azt nem kell feltétlenül az önkormányzattal egyeztetni, de azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy majd amikor a fenntartás és a működés zajlik, akkor természetesen minden gödöllői polgár hozzájusson, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a szükséges időben elkezdődik az egyeztetés az önkormányzattal. Mikor várható ez a beruházás, hogy befejeződik, vagy egyáltalán elkezdődik és befejeződik majd? A részletekről most dolgozunk, természetesen ennek idén el kell kezdődnie, és aztán a terveknek az ismeretében tudjuk menni a végpontot. Én bízom benne, hogy a jövő évben az átadásra kerülhet. Még talán az előső kérdés annyit, hogy én személyesen egyébként beszéltem polgármester úrral, és nagyon örül ennek a beruházásnak, úgyhogy bízom benne, hogy ez a város, az egyetem, meg az állam, meg a köznevelési intézményeknek a közös sikere lesz. Az uszoda beruházás a Szent István Egyetemhez tartozó kertészetben az Ady András sétány mellett valósul meg. Korábban a helyi hírekben olvasható volt, hogy az egyetemnek uszodája lesz. Akkor most tegyük rendbe, hogy ott is épül egy uszoda az egyetem területén is. Tudom, ez a terület is az egyetemé, vagy pedig itt fog most már ténylegesen megépülni? A kérdés jogos. Válaszolni úgy tudok-e a feltett kérdésre, hogy az az uszoda, amiről korábbi híradásokban szó volt, az egy méreteiben is kisebb méretű létesítmény lett volna, más helyszínen is valósult volna meg, és úgy néz ki, hogy ezzel a lehetőséggel elkerült egy másik helyszínre, egy más méretű uszoda, más funkciókkal, kibővített funkciókkal, és ennek a háttérében részben az van az egyetem szempontjából, hogy azon a területen, ahol eredetileg ezt a kisebb méretű úszodát terveztük, ez egy több éves előkészítő munkafolyamat részeredménye volt. Ezen a területen más fejlesztést szeretne az egyetem, ami oktatás-kutatási feladatokat látna el az állattenyésztés témakörében. Tehát ez jelentett az egyetem részéről azt, hogy az a terület nem szabad már, vagy nem lesz szabad jövőben úszoda létesítés céljára. A város is kiviteli tervek szintjén tart már egy uszoda beruházással. Akkor így jól értem, hogy a városnak a lakosság számára két uszodája lesz, vagy az egyetemi, az elsősorban az egyetemistáké lesz? Hát nem, úgy, hogy a Balogh Zoltán miniszter úr ezt említette, ha elkészül ez a beruházás állam és a kormány támogatásával és forrásaival, akkor ez a létesítmény Gödöllőváros minden polgára előtt nyitott lesz, a régió lakossága előtt nyitott lesz, és nagy lendületet adhat abban a munkában, hogy az ifjú generáció az általános iskolában, a középiskolában tanulók, de a felnőtt emberek és a gödöllői polgárok, egyetemisták, tanárok, professzorok itt szabadúszóként sportoljanak kedvelésükre. De úgy gondolom, hogy az a normális hozzáállás, hogy ez az egész régió a közel 70 ezer ember, 80 ezer ember igényeit szolgálja. Simicsko István sportért felelős államtitkár szerint egy uszoda minden egyes térségben jól jön. Természetesen az alapvető célunk az a kormányzati szemszögből nézve, hogy
minden gyermek tanuljon meg úszni, ehhez szükségünk van úszodákra, és ilyen módon az itt tanuló diákokat, akár már óvodásokat is, és egyébként a egyetemen tanuló, mint egy 6200-6300 egyetemista is élvezhesse az úszásnak az igazi örömét. Ráadásul én szerintem fontos, hogy Gödöllő legyen ott a magyar sporttérképen, tehát egy olyan szándék van, egy ilyen fontos egyetemi központtal megerősítve, hogy a sportolás lehetőségét teremtsük meg. Tehát egy úszoda az mindig jó jön, minden térségben jó jön, így különösen természetesen régi igénye a Gödöllő embereknek, hogy legyen úszoda. Fontos volt az egyetem ebben, komoly partner volt, fontos volt Vécsi úr tevékenysége ebben, képviselőként kiállt az ügy mellett, tehát mindenki örömére készülhet el ez az úszoda, és mindenki használhatja természetesen. Most a lakosság egy picit össze van zavarva, hiszen 2 éve dolgozik a város egy úszoda építésen, kiviteli tervekkel rendelkezik, úgy tudom, az a projekt párhuzamosan fut esetleg ezzel, illetve voltak az egyetemnek korábbi úszoda tervei, akkor az most itt fog megvalósulni ezen a helyszínen, ahol most állunk? Hát nyilván a Gödöllő fejlődése, dinamikus fejlődése, lélekszámbeli növekedése, vonzáskörzetének az erősödése, ez mind-mind azt mutatja, hogy szükség van egy ekkora méretű, hogy 50 méteres adott esetben versenyek lebonyítására és alkalmas úszodára. Hogyha a mindennapos testnevelés bővítjük, tehát valamennyi évfolyamban bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés, hiszen jelenleg az 1., 2., 3., 4., 9., 10. osztályokban kötelező. 606 000 gyermeket érint mindez. Ugye az úszószövetséggel közösen a kormányzat elindított egy programot, hogy minden gyermek tanuljon meg úszni. Jövő bajnokai program is ez, ami még erre ráépül. Tehát az úszásban erősek vagyunk, a sportban erősek vagyunk mi magyarok. Szeretnénk, hogyha sportoló nemzetté válnánk, és egyébként ehhez kellenek létesítmények. Az úszoda az egyetemi bázison épül meg, az egyetemi hallgatók száma is indokoltá teszi mindezt. Hasonlóan egyébként, mint Debrecenben, tehát egy sikeres konstrukció már ilyen módon működik. Debrecen jó példa erre, hiszen már számos világversenynek adtak otthont a debreceni úszodában. Egyetemi fenntartással működik. Az, hogy a városnak ezen kívül nyilván szüksége lehet még más medencére, más úszodára, tanmedencére, ezeket mind-mind meg kell vizsgálni. Természetesen mi minden értelmes programnak a pártfogói vagyunk, és igyekszünk segíteni is, de ez most egy állami beruházás az egyetem területén, amely mindenképpen segít kielégíteni azt az igényt, amit itt a városban és környékén élő emberek megfogalmaztak. Úgyhogy szerintem ez egy fontos lépés. Nyilván egyeztetni kell ezt követően, hogy milyen lehetőségek vannak még, milyen önkormányzati pénzek állnak rendelkezésre arra, hogy esetleg egy másik medencét vagy másik uszodát megépítsenek, de első lépésben most állami beruházásként ez meg fog valósulni. Kapás Boglárka, Európa-bajnok úszó is méltatta a beruházást. Hát én nagyon örülök annak, hogy az úszás a 16 kiemelt sportág közé tartozik, és ezt úgy gondolom, hogy az összes úszó társam nevében is mondhatom. És hát nagyon jó azt is hallani, hogy ilyen magas, ilyen nagy anyagi támogatást kaptunk, hiszen minden, szinte már hetente hallom, hogy új úszoda épül valahol, ami versenyképes, és ugye a régieket felújítják, köztük a BVSC úszodát is, ahova én járok le nap, mint nap. És jó látni, hogy épül, és nagy munka zajlik. És hát amit minden nap látok, a másik dolog az a kisgyerekek, akik ugye szintén nagy támogatásban részesülnek, és jó látni az arcukon, hogy ők is nagyon lelkesek, és nagyon örülnek annak, hogy foglalkoznak velük, és hogy már is bekerültek ilyen fiatalon egy olyan körbe, ami hihetetlenül jó, hiszen minden, megvan nekik minden támogatás ahhoz, hogy ők is egyszer olimpikonok legyenek, olyanok, mint Hosszú Katinka, vagy Gyurta Dani, vagy kinek ki a példaképe. Úgyhogy hát úgy gondolom, hogy ezzel a támogatással nagyon jó, ebben nagyon jó dolgok fognak kisülni a következő években, és hát kívánom, hogy legyen is így.